Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie dabei. Ein Treffen der Kulturen mit Gastronomie, Musik und Tanz. Gemeinsames Programm von Deutschen, Kroaten und Roma im Großnarad. Die deutsche nationale Tanzgruppe von Vavarz wird 40 Jahre alt. Das Publikum konnte traditionelle schwäbische Tänze sehen. Deutsche und kroatische Künstler, gemeinsames Abendessen. Oktoberfest in Biljan. Generationen lernten deutsche Tänze von ihm. Wir erinnern uns an Janosch Glöckner. Begegnung der Kulturen mit Gastronomie, Musik und Tanz. Unter dem Motto wurde in Großnarad ein buntes Fest veranstaltet. Bei der Veranstaltung stellten sich die Volksgruppen der Roma, der Deutschen und der Kroaten nicht nur gegenseitig ihre Musikkultur vor, sondern bereiteten auch ihre traditionellen Gerichte zu. Ötödik alkalommal rendezték meg a nagynyárádi nemzetiségi gasztro találkozót a helyi önkormányzat és a Gandhi Gimnázium közhasznú non-profit Kft. Együttműködésének köszönhetően. A művelődési ház szabadtéri színpadán roma, német és horvát fellépők műsora zajlott, miközben a három nemzetiség hagyományos ételei készültek a bográcsokban, főzőedényekben. A rendezvény célja ezúttal is a nemzetiségi gasztronómia és kultúra megismertetése és népszerűsítése volt. Zömében Sváblakta településről beszélhettünk az elmúlt 100 évben, ugye ez nagyon sokban változott a későbbiekben, tehát elköltöztek lakosok, kerültek hozzánk felvidékről betelepített emberek, nagyon jó éltek itt egymás mellett békességben, és meg is maradt ez a jó viszony, tehát azt mondhatom, hogy a felvidéki magyarság, a helyi svábság, és nagyon kis részben horvát lakta településről beszélünk. A roma kultúra az megmaradt valamennyire, de nagyon kevés roma származású és cigányság van Nagynyárádon, de viszont ez a program, ami ma is megvalósult, ez a Pécsi Gandhi Gimnáziumon keresztül tudott megvalósulni. Egy együttműködésünk van, mert a korábbi években a falumúzeumunkat úgy sikerült felújítani, hogy a Gandhi Gimnáziumon keresztül tudtunk felújítási támogatást szerezni, és ezáltal volt velük egy közös együttműködésünk 5 éven keresztül. Ez lejárt 2020-ban, és akkor abban állapodtunk meg, hogy annyira jó együttműködünk, és tényleg annyira támogatják ők az összes kultúrát, tehát ők nem csak a roma származásokat, épp úgy a németeket, és épp úgy a horvátokat, vagy épp úgy a magyarokat is támogatják, hogy megmaradt ez a jó viszony, ez az együttműködés, és azt mondom, hogy gyümölcsöző, látható a mai programon is, hogy hozták az ő kultúrájukat, mi is beleltettük a kis németünket, fognak jönni mohással a sokat, néptáncokkal, és az ételekben is vissza fog tükröződni, hogy van a romáknak a cigány kultúrás lecsójuk, a sváb ételek, a magyarok, a sokacok, minden megtalálható. Az Újpetrei Német Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja is elfogadta a meghívást. A baranyai településen magyar és német népesség békében él egymás mellett, és ezt a szép eszmei tradíciót az egyesület munkája is példázza, képviseli. A 30 éves egyesület már az óvodában elkezdi a sváb kultúra megismertetését a gyerekekkel. Megpróbáltuk az eredeti autentikus sváb öltözetet képviselni, úgyhogy nagyon sok munkánkba került, míg összegyűjtöttük, hogy hol volt csipke, hol nem volt, hány csipke van rajta, hány szalag, úgyhogy az eredetit próbáltuk meg, és nagyon sokunkon még az eredeti kötény is van, ami közel 100 éves. Annyit kell tudni még talán róla, hogy 3 kilométerrel arrébb is már másképp öltöztek föl. Korfüggő, tehát hogy a fiatalabbaknak is volt már sötétebb, de általában az világos alapon volt. És az idősebbek már kendőt viseltek, hát ugye nálunk ez most már annyira nem, inkább a konyhvédőt vagy hajhálót viseljük, de ilyenkor az én koromban már kendőt viseltek az asszonyok, és nagyon sötétben voltak. A lippói német önkormányzat hagyományos sváb ételekkel készült a főzőversenyre. Ma szüreti kakas paprikást készítünk, ami azzal kezdődött, hogy reggel levágtuk a kakasokat, aminek a véréből egy hagymás, megmutathatom? Hagymás. Úgymond svábul, hogy zwiebeltunkest készítettünk, amiben a vére meg a mája van benne, és akkor egy ilyen hagymás alapba, savanyú paprikával és kenyérrel tunkolva ették régen. Természetesen ezt nem szüretkor, mert a szüreti paprikásnak pont az a lényeg, hogy mellette lehetett szüretelni, és készültünk még desszerttel is, ami kalácsból van. Diós mákos kalács, ugye ezt nálunk Lipon hévüstrúlnak nevezik, tehát igen, és ezt már ugye előző nap el tudták készíteni, és a szüretkor pedig csak kínálni.
Úgyhogy én nagyon szívesen kínálok benneteket is vele, úgyhogy bátran. A találkozó kulturális programja a Mohácsi Sokac Fiatal Táncosok műsorával zárult. Die Öffentlichkeit konnte traditionelle Tänze in Bavard sehen. Die örtliche deutsche Nationalität-Tanzgruppe feierte gerade ihr 40-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass bereiteten die Tänzer eine festliche Show vor. A Babarcé német nemzetiségi tánccsoport vonult fel a színpadra a Baranyai településen. Jubileumát ünnepli az együttes, hiszen már 1981 óta működik a faluban. Jelenleg 4 korcsoport tevékenykedik a csoportban, kezdő, gyermek, ifjúsági és felnőtt. Utóbbi aranyfokozatú országos minősítést is kapott már. Ők léptek most színpadra és mutatták be koreográfiájukat. Vezetőjük Trejcné Becker Éva mesélt a csoportról. A kezdetek úgy indultak, hogy úttörőzenészként én is úttörőzenészként, trombitásként kezdtem, tartoztam egy közösséghez. Sajnos ezt a közösségi munkát 16 éves korunkban abba kellett, hogy hagyjuk, és így Bencül József, aki sok zenei anyagot gyűjtött már itt Babarcon, az azt mondta, hogy ha itt egy ilyen szuper zenekar van és ilyen jó zenészek, nem igaz, hogy nem lehet egy tánccsoportot is alakítani. Tehát tulajdonképpen az ő biztatására, segítségével is sikerült megalapítanunk akkor ezt a tánccsoportot. Zenészekből, akik onnan kinőttek, és így kezdtük a kezdetek kezdetén. Koronavírus járvány idején töltötte be a 40 éves jubileumot a csoport, ám a korlátozások miatt akkor nem tudták méltóképp megünnepelni az évfordulót. Így most 40 plusz egy évvel alakulások után egy nagyszabású műsorral készültek a táncosok. Bár kezdetben még jóval kevesebb fellépésük volt. Először csak az első években a helyi falvakban, környékbeli falvakban táncoltunk, svábbányitókon, más nemzetiségi délutánokon, öregek napján, amit természetesen nagyon szívesen tettünk, mert ugye a régi őseinknek a kultúráját őriztük, akiknek óriási örömet szereztünk. Kezdtük ezt belföldön, utána ezt a kultúrát elvihettük Németországba, Ausztráliába 2000-ben, 2008-ban pedig Amerikába, ahol nagyon jól éreztük magunkat, és ott éreztük igazán, hogy a kitelepítettek és kivándoroltak mennyire megőrizték ezt a kultúrát, hogy bemettük egy klubba, a Dunamenti Svábok klubjába, és ugyanazokat a süteményeket, ugyanazokat a szokásokat, ugyanazokat az élményeket hallottuk, mint amit itt megéltünk, mi itthon maradottak. Ezek mellett számos más területen is bizonyított az együttes. Nagyon sok minősítésen vettünk részt ezen kívül. Helyi rendezvényeket, saját rendezvényeinket tartottuk. Mondhatom azt, hogy a világ a vendégünk volt már. Van egy saját házunk, amit önerőből teljesen külföldi segítséggel sikerült megvásárolnunk, és azóta nagyon sok társadalmi munkát fektetünk bele mindannyian, tehát az egész tánccsoport is összefogással. Úgyhogy próbáljuk ezt a kultúrát ápolni. Aki megvette ezt a házat, a Simon Schwarz volt, a Dunamenti Svábok Egyesületének az elnöke, aki úgy gondolta, hogy nekünk kell egy épület, hogy ezt a kultúrát sokáig őrizzük. Úgy gondolom, igaza volt. Tehát így sikerült, hogy van egy saját házunk, van egy saját környezetünk, van egy saját baráti nagy családunk, és így ezt a kultúrát még továbbra is ápolhatjuk. Számos falu és környékbeli barát, családtag, ismerős vett részt az eseményen, és mondtak köszönetet a tánccsoport 4 évtizedes munkájáért. De természetesen a hangsúly a szórakozáson volt. Thank you.
Beim traditionellen Oktoberfest in Birjan traten neben der lokalen kroatischen Tanzgruppe auch deutsche Kulturensembles auf. Anschließend erfreute sich das Publikum am Akkordeonspiel von Ontal Kres. Der Künstler aus Bavarz hat auch interessante Stücke der Musikgeschichte hervorgebracht. Nach der Kulturshow erwartete die deutsche nationale Selbstverwaltung von Birjan die Darsteller und Gäste mit Kohlrouladen. Das diesjährige kulturelle und gastronomische Programm des Oktoberfests wurde im örtlichen Kulturzentrum von der deutsch-nationalen Selbstverwaltung Birjan veranstaltet. Nach der deutschen Show der Schulkinder aus Olasz folgte die Produktion der lokalen kroatischen Tanzgruppe und dann betrat der deutsche Chor aus Hasad die Bühne. Im Chor singen mehrere Generationen gemeinsam. Also unser Chor singt jetzt schon zusammen seit Jahren. Wir singen auch eher öfter Kirchenlieder, aber wir nehmen ganz gerne solche Anlässe auch an, wo wir auch die deutschen Volkslieder singen können. Wir haben natürlich deutsche Volkslieder mitgebracht, ungarn-deutsche Volkslieder, aber wir wissen, dass in Birjan auch viele Ungarn leben. Deswegen haben wir auch natürlich die traditionellen ungarischen Volkslieder auch mitgebracht. Also für mich ist es unheimlich wichtig und meine Kinder gehen auch in deutsche Schule. Sie sind zweisprachig aufgewachsen und sie singen auch oft mit im Chor. Und mein Vater hat auch die Musik gemacht, also eigentlich die ganze Familie macht bei uns damit. Ich bin schon seit vielen Jahren da drin und mir gefällt diese Bande und ich mag sehr, sehr die Lieder da drin. Wir tun jeden Tag Deutsch sprechen. Im Surgeting gibt es sowohl einen traditionellen Chor als auch eine Tanzgruppe, deren Auftritte immer ein großer Erfolg sind. Die Karasice Tanzgruppe wurde vor 6 Jahren gegründet, um das Erbe der vorherigen Gruppen fortzusetzen. Seine Mitglieder sind lokale Freiwillige, die bei Veranstaltungen in Surgeting bei der sozialen Arbeit helfen. Ja, genau heute habe ich getanzt mit der Surgetiner Tanzgruppe. Ich musiziere seit 1982 mit Trompete, Tenorhorn, Basstrompete, Bariton. Habe ich Tuba auch probiert. Ja, und habe versucht mit Knopfharmonie auch. Aber momentan spiele ich mit Blasinstrumenten. Das ist so schwer wie alles andere. Muss man einfach machen und dann kommt es einfach. Geht. Nach den Tänzern konnte sich das Publikum am Akkordeonspiel von Ontal Kres erfreuen. Der Künstler aus Bavarz hat auch interessante Stücke der Musikgeschichte hervorgebracht. Heute werde ich mit Akkordeon spielen, also eine halbe Stunde werde ich mit meinem Akkordeon musizieren, was ein bisschen Unterschied ist, weil in den meisten Fällen treten wir mit meiner Frau auf, weil wir singen ungarische Volkslieder. Aber heute, weil heute ist ein Oktoberfest hier in Birjan, deshalb werde ich ein bisschen Oktoberfest-Stimme machen. Aber nicht nur deutsche Oktoberfestlieder oder Musik werde ich spielen, sondern ich möchte ein bisschen eine musikalische Reise machen durch die deutsche Musik. Das bedeutet, ich werde heute ungarische Musik spielen, sowie auch tschechische und slowenische, sogenannte oberkleine Musik und auch österreichische Musik spielen, weil ich finde es wichtig, dass die Leute und die Zuschauer muss ein bisschen wissen, was gehört zu den sogenannten Schwabsene und was ist ein bisschen andere deutsche Musik. In den meisten Fällen wissen die Leute, dass wo gehört dieses Lied, aber manchmal, wenn ich in einem Ball bin, in einem Schwabenball bin, dann sagt jemand, oh, mein beste Schwabmusik ist auf der Autobahn und dann immer sage ich, das gehört nicht zu den Schwabsene, sondern gehört zu den Oberkleinen, das sind slowenische und deshalb sage ich immer, das ist kein Problem, also zu den Deutschen gehören, aber ich glaube, das ist gut, wenn man wissen, dass dieses Lied
gehört zu den Slowenen, zu den Tschechien oder zu den Österreichern oder egal. Dank der guten Beziehungen zwischen den lokalen deutschen und kroatischen Gemeinden organisieren die in der Region lebenden Volksgruppen das ganze Jahr über mehrere gemeinsame Programme. Egy ilyen településen, amely település attól szerencsés, hogy a magyar mellett két nagyon erős közössége van, a német és a horvát. Ugye ezt a mai Oktoberfestet a németek rendezik, de hát magától értetődik, hogy a horvátok is megmutatják magukat. Amikor egy nemzetiségi rendezvény zajlik, akkor azokra én mindig úgy tekintek, hogy valójában a településeink mutatják meg magukat. A nemzetiségi lét az forrásszerzés is jelent állami költségvetésből a település számára. Teljesen mindegy, hogy éppen melyik rendezi azt az adott rendezvényt. Az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Ebben a háborúban terhelt világban alig a Covid után ránk fér minden ilyen ünneplés, mint amit itt ma Birjánban megélhetünk. Nachher Kulturshow erwartet die deutsche nationale Selbstverwaltung von Birján, die Darsteller und die Gäste mit Choroladen. Es gab eine Zeit, in der 10 Tanzgruppen unter ihm arbeiteten. Obsessiv sammelte er schwäbische Lieder und Tänze, die er neu choreografierte und inszenierte. Sein kulturelles Erbe wird bis heute in den Produktionen verschiedener Ensembles bewahrt. Wir erinnern uns an Janosch Glöckner. Tizenkét év telt el azóta, hogy Glöckner János elhunyt. Elment vele több évtizednyi kutatómunka, melynek célja a német tánc és énekes kultúra autentikus elemeinek életben tartása volt. Bajától Cikóig számtalan táncsoport mondhatta magát tanítványának, volt olyan esztendő, hogy majd egy tucat együttessel is dolgozott. Barátai és kollégái szerint is megszállottan végezte a munkáját. János bácsi, az öreg nagyon szívelelke volt a tánc, a tánccsoport, és ugye 77-ben, amikor alapjáraton ugye kezdődött ez az egész, gondolom, meg ahogy a nyilatkozataiból is kiderült, ő sem gondolta volna, hogy úgymond egy hiánypótló dolog, ugye hiszen abban a másik rendszerben nem nagyon volt úgymond mód és lehetőség. Ő egy újdonságot hozott a településünk életébe, ami viszont az évtizedek alatt kinőtte magát, szóval ő egy a munkásságával olyan életműve lett végül is a 30x év alatt, ami szerintem az országban úgymond egyedülálló. Ő nagyon sokat foglalkozott a kultúrával, elsősorban a tánccal, amellett a zenével is. Német zenét is, népdalokat gyűjtött, nagyon sok helyre járt zenélni zenekarával, és mindenhol megragadta az alkalmat, hogy az idősebb hölgyeket, bácsikat megkörnyékezte egy-egy szünetben, és megkérdezett tőlük dolgokat, hogy honnan származnak, hová valósiak, hogy ezeket a táncokat, amit itt az imént éppen táncoltak szórakozásból, mikor tanulták, milyen lépésnek nevezték, és ilyen apróságokból nagyon sok embertől szerzett információt, lépéseket, rengeteget gyűjtött, és aztán nagyon-nagyon sokat gondolkodott otthon is rajta, hogy ezt hogy is lehetne a valóságba átültetni, míg nem aztán egyszer Hidason, ahol laktunk, szervezett egy tánccsoportot, és ott is úgymond már elkezdte ezt a saját maga által koreografált táncokat betanítani. A felfogása, az identitástudata ragaszkodott a gyökereihez, a svábságát soha nem tagadta meg, és megpróbálta a táncokat is úgy megkoreografálni, hogy hagyatkozott az ő saját gyűjtő anyagára, amit ugye még fiatalon kezdett el, és azért hosszú-hosszú éveken keresztül
csinálta a gyűjtést, lett légyen az bálokba, lakodalmakba, családi rendezvényeken. Ugye azért a régi világban még jobban voltak ezek az események, és azért az idősebb sváb pároktól, vagy lett légyen férfi embertől, vagy hölgytől ugyanúgy ellesett lépéseket, motivumokat, és ő ezekből készítette úgymond a koreográfiáit. De hiába tette ki a szívét, lelkét a gyűjtőmunkának, és állította újra gondolva mindezt színpadra, a szakma nem feltétlenül állt pozitívan a munkássága előtt. Nagyon-nagyon nehezen viselte ezt, inkább a Bátaszék, illetve a Mórágyi Tánccsoport indulásának az időpontja környékére tehetnénk, ilyen 77-78-tól 80-ig. Nagyon nehezen fogadták el azt, hogy az ő táncaiban nem csak ezek az általunk, számunkra, magyaroknak magyarosként, magyarként ismert csapásolók, illetve csapásoló elemek is vannak a német táncokban is. És pont ezek miatt, a dolgok miatt nem fogadták el, nem ismerték el valódi németnek az ő gyűjtését, illetve az ő koreográfiáit. Míg nem aztán 84-86 környékére kezdett beérni a munkája, addigra olyan szinten elfogadták, hogy az akkori szocialista kulturális miniszter, a Posgai Imre miniszter úrnak aláírásával 2 darab szocialista kultúráért érdemérmet, illetve oklevelet szerzett. Azt mondják szakmai berkeken belül, hogy nagyon látványosak, nagyon technikásak, nagyon sok az akrobatikus elem benne, és ezáltal valahogy így nem nagyon akarják, meg akarták őt valamikor elfogadni, de én úgy gondolom, hogy a munkássága, amit ő letett az asztalra az elmúlt évtizedek alatt, ugye sajnos most már azért 10 éve nincs közöttünk, az azért megmutatja azt, hogy az, amit ő képviselt, amit ő összegyűjtött, népdalokat, lépéseket, koreográfiákat csinált belőle. Ezáltal olyan, hogy mondjam, olyan másabb lett a bátaszéki tánccsoport, úgymond. Mi nem azokat a német, magyarországi német néptáncokat tanultuk meg, amit mondjuk a 60-as, 70-es években már ugye kicsit jobban publikusak voltak, mert ő azt vallotta, hogy ha a saját környezetemből, a saját településemről, vagy adott szituációban környező települések, Somogy, Bács, Baranya a gyűjtéseiből, ha már ő megcsinálta a koreográfiákat, akkor inkább megpróbálta azzal népszerűsíteni, úgymond a néptáncot. Ma számtalan olyan együttes működik, ahol a csoport vezetője egykori Glöckner tanítvány volt. Ők a mai napig életben tartják az örökséget és a munkásságot. Így a bátaszéki csoport vezetője is az ő nyomdokain folytatta a tanítást. A nagyokat átvettem 16 márciusába, viszont az utána lévő szeptemberben indult egy utánpótlás csoport. Ővelük már ugyanúgy kezdtem az alapozást, mint ahogy annó János bácsi velünk kezdett. Szóval olyan testkultúra, tudatot próbált velünk megismertetni, mozgáskultúrába is, forgásokat, mindenféle lépéseket, amik ugye könnyebbé teszik a mozgásunkat, és ezáltal ugye egy kicsit megismertük a testünket is, hogy mikor mit lehet csinálni, mi az, amit elbírunk fizikálisan. János bácsinak vannak hát nagyon-nagyon technikai
afrikás táncai, amiket természetesen én már nem tanultam, ugye bezzeg az én időmben ezek a táncok még nem voltak, itt viszont a nagyoknak a segítségével tanítottuk meg az ifjúsági csoportnak. Ezt ő is elismerte, hogy soha nem gondolt arra, hogy ő papírra vesse a koreográfiáit, és ugye a mai világban viszont ezt kérik, hogy van-e dokumentáció. Hát, nincs. János bácsinak minden a fejébe volt, meg természetesen amit átadott mindig az aktuális korcsoportnak, az aktuális generációnak. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.